A korábbi 180-szoros magyar jégkorong válogatott 8-szoros magyar bajnok hokis már korábban is kivette részét az üllői és környékbeli sportéletből, most pedig már az üllői városi sportcsarnok vezetőjeként szervezi a helyi sport és kulturális programokat. A következő percekben Pindák Lászlóval ismerkedhetnek meg. Elég régen kezdtem a sportot, ugye válogatott jégkorongozó vagyok. Egy elég hosszú pályafutás van magam mögött, egy 180-szor voltam magyar felnőtt válogatott. 8-szoros magyar bajnok vagyok a Ferencváros csapatával, többszörös magyar kupa győztes, szuperkupa. Amióta az összemet tudom, a Ferencvárosba szolgálom. Volt egy több mint egy éves kitérőm Franciaországban, kint játszottam külföldön profiként. Edzői pályafutásomat mai napig folytatom. A Ferencváros utánpótlása ebben dolgozom, az U18 és az U21-es csapatnak vagyok a vezetőedzője, és mellett ugye Magyar Jégkorong Szövetségnél is dolgoztam, mint válogatott edző, mentoredző, és van még egy megtiszteltetés számomra, az elmúlt 2 évben Magyar Siket hallássérült válogatottnak vagyok a szövetség kapitány edzője. Innen például Üllőről is vannak játékosaim. Üllői sportcsarnokkal, vagy az üllői sportélettel kapcsolatban, ugye én itt az elmúlt egy jobb 10 évben azt mondom, de abból 6 évet ugye én Vecsésen is dolgoztam a helyi kézlabda klubnál, mint erőnléti edző, a gyermekem is ott játszott, ugye sokat voltam itt ebbe a csarnokba mérkőzésen, viszont az elmúlt 2 évben itt Üllőn a jégpályán kaptam egy felkérést, mint oktatás, mind a hokinak a megszervezésével. Ugye az igazgató urat elég régóta ismertem, sajnos a sajnálatos esemény történt vele, és ezek után júniusban is találkoztam egy felhívással, hogy lehet pályázni. Megpróbáltam, és hát sikerült. Az ügyvezető a közeljövő sport és egyéb kulturális programjairól tájékoztatva elmondta, hogy a testnevelés órákra járó helyi diákok mellett a különböző sportágak amatőr és profi képviselői is helyet találtak az üllői városi sportcsarnokban, ahol november 9-én óvodás bozsik tornát is lebonyolítanak majd. Városba az általános iskola reggel 8-tól délután 3 óráig övék a terep, ők vannak beosztva, az osztályok jönnek tesi óra alkalmával, délután viszont ugye a versenysport, az amatőr sporté, tehát úgy, mint az üllőesének a futszál, DS-ének kézilabda, és ugye a Vecsésnek az utánpótlás kézilabda tornákat rendezünk itt, Vecsés női MB2-es csapata szintén itt játsz a bajnoki mérkőzéset, és hát a Vecsésnek az MB1-es férfi kézilabda csapata is. Hát ezen kívül ugye van elég sok megkeresésünk, szeretnének itt per pillanat, pont most vagyunk tárgyalás alatt a futszál hétvégékkel, amit az elmúlt években sikeresen működött, szeretnének jönni hozzánk, és vannak más érdeklődők, így a Pest megyei kézlabda szövetség is szeretne regionális tornákat szervezni, rendezni, és vannak futszál csapatok is, akik érdeklődnek. Ezen kívül szeretnénk nyitni a nagy közönség velé, ugye, mert azért itt azért ez a szabad idő, és itt a lakosoknak is legyen, és pont be tudom jelenteni, hogy november 9-én reggel 8-tól délig egy óvodás bozsik tornát, és utána 1 órától 6 óráig egy nyílt napot szeretnénk, ahol vendégül látni a családokat, gyerekeket, bárki jöhet, egy a lényeg, egy váltócipő legyen rajta, van itt egy nyílt 5-6 óra, lehet bármit kipróbálni, sportolni, tehát várjuk a helyi lakosokat, megismerkedni velük, hogy igen, jöjjenek, itt vagyunk, nyitottak vagyunk, hogy ezt nagyon szeretném, hogyha ez működne. Akkor lesz feladat bőven, hiszen mindenki tudja itt ülő, hogy nem csak sportrendezvényekkel, hanem különféle kulturális eseményekre is kiváló otthont szolgáltatott eddig is, és gondolom jövőben is az üllői városi sportcsarnok. Nem csak a sport, hanem a kultúra felé is, tehát bármilyen rendezvényre, kulturális, legyen az zene, tánc, bármi, bálok, nyitottak vagyunk, mindenki jöjjön, bátran keressünk. Szeretném, hogyha ennek a csarnoknak és ennek a létesítménynek olyan programjai legyenek, hogy ezt mindenki büszkén tudjon ide jönni, jól érezze magát, és ez a lényeg, én azt gondolom.